Ott születtem én az álomtájon, Móriból vidéknek sose fájom. Megjelent a Vár Irodalmi és Közéleti Folyóirat új száma, amelyet nagy érdeklődés mellett a Társaság Kossuth utcai székházában ismerhettek meg a szerzők és az olvasók. Sebők Melinda, a Vörösmarty Társaság elnöke megerősítette, olyan írók és költők mutatkozhatnak be, akik írásaikkal méltó módon emlékeznek a múlt nagyjaira, és a jelenben és a jövőben is sokat tehetnek az irodalom kedvelőkért. A Vár nyári száma számos vers, esszé és filmkritika mellett több irodalomtudományi tanulmányt is közöl. Ezek az irodalmi tanulmányok igen sokszínűek és változatosak. Egyrészt tragikus sorsú szerzők is bemutatásra kerültek, többek között György Oszkár, Nagy Gáspár vagy Kunc Aladár. Másrészt Jávor Ottóra, a Vörösmarty Társaság egykori elnökére emlékezünk, a legendás irodalomtanár Mohácsi Károly több Jávor Ottóról szóló írását is tartalmazza ez a folyóirat. Péma Klári Éva a társaság alelnöke számára is fontos pillanat a folyóirat megjelenése, mert méltó módon közvetíti a társaság szerzőinek a 21. században kiemelten fontos alkotói elképzeléseit, emellett megidézik azokat is, akik már csak az égi írótáborokban publikálnak. A most bemutatásra kerülő Vár tartalmilag is, terjedelemben is sokat ad az olvasóknak, akik 22 alkotónak a verseit, esszéit, tanulmányait, novelláját olvashatják ebben a várban, és az emlékezés nagyon fontos szerepet játszik most. Bobori Zoltán számára, aki a jövőben a folyóirat főszerkesztőjeként idézhetünk meg, fontos, hogy a múlt lendülete megmaradjon, és a Vár népes olvasótábora továbbra is hiteles szerzői attitűdök mentén született művekkel gyarapodjék. Természetesen megint azzal kell kezdeni, hogy nagyon nagy öröm mindig, hogy megjelenik a Vár, és hát most, mint mindig, ezúttal is arra törekedtünk, hogy változatos szám legyen, olvasmányos, szeretnivaló szám legyen. Én azt hiszem, hogy ez sikerült. És hát továbbra is örömmel számolhatok le arról, hogy nem csak helyi szerzők vannak, hanem határon túli íróbarátainknak is található benne írása. Az este a Vár szerzőinek bemutatkozása mellett elhangzott, hogy rövidesen megkezdődik a társaság irodalmi estjeinek programsorozata is, amelyben számos szerző mutatkozhat be a fehérváriaknak.